Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai péntek esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! A Makói Könyvtár november 1-től kizárólag intézményen kívüli kölcsönzést biztosít. Mit kínál a Makói Galambiskola a jövő mezőgazdászainak? Elhunyt szeretteinkre és az üdvözült lelkekre emlékezünk. A Makói József Attila Városi Könyvtár november 1-től kizárólag épületen kívüli kölcsönzést tud biztosítani. A kötetek széles választéka mellett a közel 200 periodikát is kikérhetik a tagok. Makó város önkormányzatának döntése értelmében megváltoznak a biblioteka szolgáltatásai november 1-től. A József Attila Városi Könyvtár vezetősége a helyzethez alkalmazkodva október 31-ig még személyesen biztosítja a kölcsönzés lehetőségét, utána azonban csak épületen kívül lesz erre módja az irodalom és olvasás szerelmeseinek. November 1-től erre már nem lesz lehetőség, csak úgy, hogy felhívnak bennünket vagy telefonon, vagy e-mailben írnak számunkra levelet, amiben megkérik, hogy milyen köteteket, milyen dokumentumokat szeretnének kölcsönözni tőlünk. Az online katalógusunk működik. Én mindenkit arra biztatok, hogy aki otthon számítógépet használ, telefonon keresztül, vagy laptopon, bármilyen eszközön keresztül, tettünk az egyik közösségi oldalunkra fel egy pontos leírást, hogy hogyan is kell ezt az online katalógust használni. Az intézményvezető nyitvatartás menetére is részletesen kitért. Hétköznaponként 9-től 17 óráig, szombaton pedig 9-től 13 óráig telefonos ügyelet működik majd. A kötetek leadását az épület előtt kihelyezett asztalnál tehetik meg. Előjegyzés alapján a munkatársak összeállítják a kért könyveket, amelyeket csomagolva, előre leegyeztetett időpontban lehet átvenni. Az is kiderült, hogy ezen idő alatt folyóiratok és kiadványok hazavitelét is biztosítják a könyvtár dolgozói. 200 periódikát forgalmazunk, illetve rendelünk meg, található meg itt a könyvtárunkban. Ezek újságok, napi újságok, heti újságok, havi újságok, vagy olyan kiadványok, amik negyedévente jelennek meg. Természetesen ezeket is lehet kölcsönözni. A kollégáknak ezt is lehet jelezni. Itt azért külön rend lesz, tehát egy napilapot nem lehet egy hónapra kivinni, hanem 2-3 nap után, én azt gondolom, miután átolvassák, akkor vissza kell hozni, hogy ez is cserélődjön, ez is menjen máshoz. Nagyon azt látjuk, hogy nagyon sokan járnak be hozzánk újságot olvasni, tehát ez is egy fontos szolgáltatásunk. Mindenképpen szeretnénk ezt is erősíteni. Továbbá jó hír, hogy a nyár folyamán könyveket vásároltak, így a kínálat bővült. Agrárdigitalizáció, mikroszaporítólabor, precíziós gazdálkodás. Csak néhány olyan csábító terület, amely vonzóvá teheti az Alföldi ASC Galamb József mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola kínálatát a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára. Mindezekről a pénteki napon testközelből is kaphattak ismereteket az érdeklődők, akiknek az iskola dolgozói különböző finomságokkal is készültek a délelőtt folyamán. Ezeket a helyi diákok és pedagógusok készítették el. A Makói Galamb mezőgazdasági iskola idén is megrendezte Gépmustra névre keresztelt nyílt napját. Az intézmény épülete és udvara nyüzsgött a fiataloktól, akik állomásról állomásra jártak, hogy mindenből ki tudják venni a részüket. Horváth Zoltán igazgató televíziónknak elmondta, évekkel ezelőtt még csak helyi gazdákat hívtak el erre a napra, hogy erő és munkagépeiket elhozva azokat szemügyre vehessék az általános iskolások. Mára azonban nagyon kibővítették a kínálatot. Már olyan szinten tartunk, hogy nem csak a gazdák hoznak be gépeket, hanem az iskolával kapcsolatban lévő vállalkozások is. Többek között a Baj Zoltán társaság elhozta a permetező drónját, a Precision Planting társaság cég elhozta a bemutató vetőgépét, illetőleg a Multisense Labor Kft. A laboratóriumban tart bemutatókat. És ez azt jelenti, hogy ez most nem csak most hozzák ide ezeket a technológiákat, és most mutatják be, aztán gondosan összecsomagolva el is viszik tőlünk, hanem ez most már másfél-két éve az iskola tankertjében elérhető a diákok részére. A kutatók együtt végzik a tevékenységüket az iskola diákjaival, viszont most ebben az évben értük el először azt, hogy megalakultak azok a diákcsoportok, akik a kutatók munkáját közvetlenül segítik tanulási időn kívül.
Hozzátette, a kutatási tevékenység azért is fontos, mert ezek keretében a piaci bevezetés előtt álló technológiákkal foglalkoznak. Amikor a piacra lépés megtörténik, akkor már lesz egy olyan diákcsoport, amely a munkát el tudja végezni, telepíteni és karbantartani is képes lesz a szóban forgó berendezéseket. Nem csupán a pályaválasztás előtt álló gyerekeket várták, az iskola az óvodás csoportok előtt is régóta nyitva áll, hiszen például az óvodakertek rendezésében és ápolásában is részt vesznek tanulóik. Kotrocó Ádám és Antal Tamás 2019 óta tanulnak a Galambban. Utóbbi televíziónknak elmondta, hogy meglátása szerint miért hasznos az a tudás, amit az iskola nyújt. A mai világban azért már illik tudni ezeket az eszközöket, tehát GPS, tényleg táblafeltérképezés drónnal, tehát kezelések, tényleg ezek már nagyon alapok így 2022-ben. És akkor szerintem egy nyolcadikos diák, hogyha ide jelentkezik, annak ez egy öröm, ez egy plusz tudás, amit úgy elsajátíthat. Sokszínű a program itt a Galambban, szeretek ide járni, tényleg az órák, tanárok, diákok, társaságok, szeretem. Az iskola igazgatójától megtudtuk, a mezőgazdaság iránt elkötelezett diákokat várnak, és ezt az is fémjelzi, hogy az ország számos pontjáról, Békés Csabáról, Székesfehérvárról, Budapestről és Gyöngyösről is vannak tanulóik. A beiskolázási program itt nem áll meg, januárban egy újabb nyílt napra várják majd az érdeklődőket, emellett pedig létrehoztak egy úgynevezett VIP túrát is azok számára, akik messze laknak, és a nyílt napokon éppen nem tudnak elutazni Makóra. Ekkor egy előzetes telefonos bejelentés. Jelentkezés után bárki bármikor megnézheti az iskolát körbevezetéssel, legyen szó az intézmény bármelyik szegmenséről. Az előttünk álló négy napos hosszú hétvégén elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Általános szokás ilyenkor a sírok rendbehozatala, virágok elhelyezése, valamint a gyertyagyújtás. Pálfai Zoltán, római katolikus plébános megosztotta stábunkkal, hogy november 1-én és 2-án kikre emlékezünk. A katolikus egyház ünnepkörébe tartozik november 1-e Minden Szentek és 2-a halottak napja. Pálfai Zoltán római katolikus plébános megosztotta, hogy ilyenkor a halálnak az egyik és másik oldaláról szemléljük ugyanazt. Először november 1-én a mennyország felől, vagyis az Isten dicsőség, az Isten fényessége felől, hiszen azt mondjuk, hogy mindazok, akik elhunytak, reményünk szerint a mennyországban vannak, és ezek közül van jó néhány, akiket ugye az egyház szentté is avatott, viszont a Bibliából, elsősorban Szent Pál leveleiből azt is tudjuk, hogy ő szenteknek nevezte mindazokat, akik Krisztushoz tartoznak, tehát akik meg voltak keresztelve. Tehát ez egy nagyon tág értelmű fogalom. A halottak napja pedig ugye az emberi oldaláról ugyanez, hiszen a gyász, a fájdalom, vagy adott esetben egy meghalási folyamat, ennek az agóniájával és mindennel, ami ezzel jár. Ez így az emberi oldalról természetesen elsősorban a fájdalom és a szomorúság. Ilyenkor szintén tartanak szentmiséket, ahol a hívek az elhunyt szeretteikért tudnak imádkozni. Minden Szentek napján, mivel ez főünnep, ezért ugyanúgy máskor is három szentmise van, 9 órakor a belvároson, a Szent István téri templomunkban, délután 3 órakor itt a temetőkápolnában, és este 6 órakor pedig ott a Csanád vezértéren a Szervita kápolnában, tehát ez a három ünnepi szentmise. Halottak napján pedig valóban megengedi az egyház, ha bár ez hétköznap, és nincs ünnepi miserend, de megengedi az egyház, hogy három szentmisét tarthassunk, tehát délelőtt 9 órakor lesz majd a Szent István téren, akkor a Signum diákjaival így együtt. Délután 4 órakor Bogárzóban, ugye ott is szeretnénk rendszeresen alkalmakat tartani, úgyhogy ott az elhunyt bogárzóiakért. Este 6 órakor pedig a Csanád vezértéri templomban tartanak szentmisét. Szó esett továbbá arról is, hogy a temetők nyitvatartása is változik, mivel többen látogatnak ki a sírokhoz, és sokan vidékről több száz kilométert is utaznak, hogy lerújják tiszteletüket. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Csongrád-Csanád megyében az országos eredményeket is meghaladva a legtöbben az online kérdőív kitöltését választották a népszámlálás első körében. Makóra levetítve csaknem 7400 címről érkeztek be adatok interneten keresztül.
Október 1-én elindult a népszámlálás egy online kitöltési szakasszal, ami eredetileg október 16-áig tartott volna, de a KSH szakemberei azt tapasztalták, hogy a vártnál jóval többen hagyták a kérdőívek kitöltését az utolsó napokra, ezért meghosszabbították a határidőt. 3,2 millió címről csaknem 7 millió személyi kérdév érkezett be a rendszerbe. Nagyjából tehát azt mondhatjuk, hogy egy 63,5%-os online kitöltési arányjal zárult a népszámlálás első online kitöltési szakasza. Ezek a számok azt mutatják, hogy a háztartások többsége az online válaszadás mellett döntött. A megyék közül Pest, Győr-Moson-Sopron és Fehér megyékből érkezett be arányaiban a legtöbb kérdőív. Az országos eredményeket is meghaladja Csongrád-Csanád megye, itt 63,7%-os arányt mértek a KSH dolgozói. Makóra is érdemes említést tenni, itt ugyanis azt láttuk, hogy egy csaknem 7400 címről érkeztek be online a kérdőívek, és ez nagyjából csaknem egy 62%-os online kitöltési aránynak felel meg. Azokat a háztartásokat, amelyek október 19-éig nem töltötték ki online a kérdőívet, október 20 és november 20-a között számlálóbiztosok keresik fel. Ebben az időszakban már csak a számlálóbiztos segítségével válaszolhatják meg a népszámlálási kérdéseket, amelyeket a megbízottak személyes interjú keretében tesznek fel. November 21 és 28-a között pedig a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-áig ezt nem tették meg. Október 30-án, azaz vasárnap kell átállítani az óráinkat a téli időszámításra. Egy órával többet aludhatunk, és onnantól kezdve egyre később világosodik, azonban az éj hamarabb száll le. A téli időszámítás mindig október utolsó vasárnapján kezdődik, ami idén azt jelenti, hogy október 30-án kell átállítani az óráinkat. 3 órakor most visszafelé 2 órára tekerjük a mutatót. Magyarországon 1980-tól alkalmazzák ezt az eljárást. Ma már a vélemények nagyban megoszlanak hasznosságával kapcsolatban, ugyanis a legújabb számítások szerint az óraátállítással már nem lehet energiát spórolni. A Magyar Alvász Szövetség főtitkára G. Németh György korábban elmondta, hogy az óraátállításhoz az emberi szervezet nehezen alkalmazkodik. Sőt, a biológiai ritmust vizsgáló szakemberek egyenesen azon a véleményen vannak, hogy igazából sohasem képes alkalmazkodni. Kutatások szerint a tavaszi óraátállítást követő első éjszakán mintegy 40 perccel alszunk kevesebbet, mely idővel 19 percre csökken, de ez az elvesztett idő teljesen nem tűnik el. Azt pedig igenis megérzi a szervezetünk, ha mesterséges módon megbontjuk az évmilliók során kialakult biológiai ritmusunk, alvás esetében a cirkadián ritmusunkat. Az Európai Parlament 2019-ben megszavazta a téli és a nyári időszámítás közötti váltás eltörlését. Az országok 2019 helyett 2021-től álltak volna át az új rendszerre, azonban ez tovább csúszik. A határidőt azonban nemrég 2024-ig kitolták. Ami biztos, ha majd ott tartunk, hogy választani lehet, Magyarország a nyári időszámítás véglegesítését támogatja. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. A Bakói Könyvtár november 1-től kizárólag intézményen kívüli kölcsönzést biztosít. Mit kínál a Makói Galambiskola a jövő mezőgazdászainak? Elhunyt szeretteinkre és az üdvözült lelkekre emlékezünk. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, majd a Maros Tánc Együttes Kaláka Tánc című műsorát láthatják felvételről. Később a Hét Híre című hírháttér magazinunkkal jelentkezünk, végezetül pedig Társalgó című színes kulturális magazinunkat tűztük műsorra. Kedves nézőink, ez volt az október 28-ai péntek esti híradó. Legközelebb jövő héten szerdán jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!